Sziasztok! Egy rendkívüli lehetőséget kaptunk, megmutathatjuk nektek az ENSZ székházát New Yorkban. Mégpedig Kovács Domokos Péternek köszönhetően, aki 2022-ben Magyarországot képviseli ifjúsági küldöttként az ENSZ ülésein. Az ENSZ székházát már láttuk a taxiból, viszont most megvárjuk ennél a pékségnél Domokost. Azért New Yorkot én is kicsit fel tudtam itt fedezni, és ez például egy olyan végelező, ahol van express line, és hogy gyorsan be lehet jönni, el lehet menni egy végelt, és az úton az ENSZ felé gyorsan meg is lehet tenni. Allaszacos. Most bemegyünk majd egy nagy épületbe, és nagyon sok ember lesz, nagyon sok ország, és hogy mindenki tudja, hogy mi magyarok vagyunk, és az ENSZ-be jöttünk, ezért hoztam nektek egy ilyen kis kitűző zászlót, hogy ezt fel tudjátok tenni, és tudjátok viselni. Köszönjük! Domokos felvezet bennünket az esőben. Szereted New Yorkot? Igen, mert mindig történik valami, mindig lehet valamit megfigyelni. Olyan mozgalmas város, nem izgalmas? Meg nagyon sok kultúra van, tehát például az ételben ez nagyon jól lecsapódik, hogy tényleg minden sarkon talál az ember valamit, és látja azt, hogy itt szinte nem lehet újat mutatni, mert mindenki itt van, és mindenki megjelenik. Te most érdekes. Egy hány fős csapattal vagy együtt? Hát sok országnak van ugyanolyan ifjúsági küldöttel, mint Magyarországnak, és akkor velük is lehet közösen lenni, itt van rá, mondjuk. Lehet velük közösen bandázni, eseményekre járni, úgyhogy... De hova hívtad el őket? Milyen eseményre? Nagyon kötődöm a sporthoz, annak ellenére, hogy nem lettem világbajnok, vagy nem vittem tovább magas szinten, de még a mai napig vízilabdázom. És tegnap például a luxemburgi és a máltai küldött jött meg megnézni a vízilabda edzésen, és szurkoltak. Afrikában voltam egy konferencián, az ENSZ-nek a környezetvédelmi konferencián, és akkor voltunk a kenyai vízilabda csapatnál, vittünk nekik ajándékba labdát a Magyar Vízilabda Szövetségtől, meg az én régi csapatomtól pólót, és annak például nagyon örültek, és így hozzá tudtam kapcsolódni a valós helyi emberekhez. Túl sok volt az esőből. Menjünk taxival. Itt most nagyon sok zászlót lehet látni a különböző kis utcákban, mert minden tagállamnak van egy külön nagykövetsége, egy állandó képviselete, inkább ez a legjobb szó rá, ami az ENSZ-nél képviseli a tagállamot, és ők itt vannak mindig, és ellátják a képviseletet az ENSZ-en belül. Amikor a magas szintű hét van, az országok államfői és miniszterelnökkel jelennek meg. Ez itt akkor le van zárva minden, mert ugye mindenki konvojjal jön, mindenkivel a Secret Service, az amerikai védelem ott van, tehát itt kordonok vannak, óriási nyüzsgés van. Úgyhogy még egy plusz nyüzsgés a New York-i nyüzsgésre. Megérkeztünk a székházhoz. Ugye ez itt az egyik bejárat, ott van az a magas nagy épület, a titkárság, ott irodák vannak, ugye legfölül van az ENSZ-nek a főtitkára. Az az emlékmű például a rabszolgaság felszámolásáról szól, ott a kertben van egy Szent György szobor, ahogy a lovon leszúr két rakétát, az egyik az egy amerikai típusú, a másik egy szovjet, és ezt 1991-ben a két ország együtt állította a béke és a fegyverek leszerelése szimbólumaként. És maga a terület, az kihez tartozik? Ugye ez egy ilyen diplomáciai terület, amúgy más vízum is kell a belépéshez, hogy ide be tudjon jönni az ember, és ez az ENSZ-nek a területe, és nem csak itt van ilyen központ, hanem a világnak több részén is, de ez a fő központja. Bejárjuk az egész épületet, és ahová csak lehet, oda bekukkantunk. Érdekes az építészeti megoldás is.
és a Sputnik. Itt a főbejáratnál. Azt mondtad, hogy hallottatok arról, hogy van egy meditációs szoba. Ez egyfajta ilyen elvonulás biztosító, mindenki akár vallási okból szeretne elvonulni, egy kicsit gondolkozni, illetve ez az a terület is, ahol ilyen emlékező sarkok vannak, például egy zászló is ki van rakva a bagdati ENSZ központnak a bombázásáról, tehát itt szoktak megemlékezni olyanokról is, akik elhunytak, koszorúzások szoktak lenni, és akkor be tudunk menni a szobába, egy kicsit mi is gondolkozunk, csöndben vagyunk, és akkor utána mehetünk tovább a többi részhez. És nekem ismerős ez a szöld marvány. Ez a fal? Igen, általában minden elnök, amikor beszél, hátul van egy ilyen széne. Ez a közgyűlési teremben van egy olyan márvány, igen. Az is amúgy egy vita volt a háttér. Azt hiszem egyszer megváltoztatták, mert túl tükröződött a felvételnél, de igen, ez a fajta szín van ott is. Az ENSZ-nek van egy könyvtára is, ők kutatáshoz adnak infókat, meg mindenfajta archívum dolgok. Nagyon sok térkép van, ugye az ENSZ-nek fontos is így a határok védelme, a határokról tudják, hogy mi hol van, ha van egy vita két ország között. És én elmentem oda, és kikértem a művészetekről szóló könyvet, és átolvastam, úgyhogy remélem, hogy jól tudom tartani a vezetést, mert nagyon sok művészeti dolog van a cépületben. Sok érdekesség. Igen. Ez a nagyon színes oszlopsor, ez 17 célt mutat be. A minőségi oktatás, vagy a vizek védelme, ezek az, amikért én teszek, vagy a küldöttségemben megjelenik. A halaknak a védelme, a tengeri szennyezésnek a védelme. Itt végig lehet olvasni őket, és akkor minden tagállam próbál ezeknek az alal céljait megvalósítani, jelentést tenni, hogy mit érnek el, és az a cél, hogy 2030-ig ezek az alapvető célok el legyenek élve. Leesett az amerikai zászló. Jó, hogy visszateszed. Ezt a termet például, ez az Economic and Social Council Chamber, ezt az északi országok dekorálták, és például ezt azt hiszem Norvégia adományozta, és minden így a béke felé tendelt, tehát minden a szépséget fejezi ki. Majd azokat a dolgokat is látjuk, amit Magyarország adományozott? Igen, egy egész bizottság foglalkozik azzal, hogy ki adományozhat és mit, hol lehet kiállítva, és azt mondják, hogy a pince tele van még több dologgal, mert persze mindenki szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy itt legyen az országából egy kiállított dolog. A sok ország ajándéka között megtalálható egy kiállított váza is Magyarországról. Ez a Herendi porcelán gyárból érkezett, látható rajta a parlament, és egy még nagyobb épület, ha megnézzük a túloldaláról, az pedig az ENSZ-nek a székháza. Tájföld ajándéka. Itt már látni is fogunk egy üléstermet, itt ha lenézünk balra, és éppen van egy ülés is. Van magyar? Van, igen. Valahol mi mindig jól a közepén ülünk, ugye ABC szerint van az ültetés, úgyhogy jó a kilátás. Itt a bejárat után még van egy érdekes portrésor, az ENSZ-nek a főtitkárjai. Nekik az a feladata, hogy összetartsák a közösséget, egy-egy nehezebb tárgyalásoknál ott legyenek, koordináljanak. Én is láthattam a mostani közgyűlésen az ENSZ-nek a főtitkárát. Antonio Guterres. Nem Gutierrez, Guterres. Ő még most nincs kint, mert itt ugye az előző főtitkárok vannak kint, és egyet még megemlítenék a sok közül. Neki sokat köszönhet a szervezet, és sok olyan szobor van, több olyan szobor van, amit az ő munkásságának adományoztak. És ez is mutatja így nekünk fiataloknak kicsit, vagy nekem személyesen, hogy egy-egy személy is tud valamit elérni, és tud mozgatni. Persze azért sokkal lentebb vagyunk, mint egy főtitkár, de hogy fontos az egyéneknek a munka és a hozzájárulása. Ifjúsági küldött vagy? Neked mi a célod? Mi a jövő? Nekem most az a célom itt az épületben, meg otthon is, amikor a projektemet csinálom, hogy minél több emberhez eljusson a tudás, tudás alapú megközelítés a környezetvédelemnél, és itt pedig az, hogy büszkén bemutathassam, hogy Magyarországról mit hoztam el. Az én esetemben ezek a kifestett kukák, és tudjanak arról, hogy nekünk fontos a Tisza tisztántartása, a környezetvédelem, úgyhogy én ezzel a céllal érkeztem ide a kiállítással.
A kiállítást azt majd meg is nézzük. Igen. Ott, most ott hagyod a Molinódat, és igen, akkor megyünk egy másik szekcióba, mert hát rengeteg olyan dolog van, amit látni kell. Át fogunk lépni a Conference Building részre, ott tartják az üléseket, ott sok ülésterem van egymás alatt, fölött, mellett. Utána pedig átmegyünk, még van külön a titkárságnak az épülete, ahol meg azt hiszem 25 emeletig csak irodánk vannak a különböző ENSZ-es szervezetek. És lehet itt tudni, hogy körülbelül hányan vannak az épületben? Amikor csúcs szezon van. Hát amikor csúcs szezon van, akkor körülbelül minden országnak egy delegációja az olyan 10-15 fő. Azt. Most ezt ugye be kell szorozni a közel 200 ilyen delegációval, és akkor úgy több ezerre duzzadt fel, és, minden, és még a sajtó, és még a szakértők, és még a mindenki, úgyhogy akkor itt nagyon tele van. És folyamatosan megy be egy delegáció, jön ki, megy be, jön ki, úgyhogy ez itt a diplomáciai nagyüzemnek a tere. Szóval ez az a Molino, amit Domokos hozott magával. Igen, a többi kukával együtt egészen Magyarországról. Ez neked nagyon fontos, hogy legyen mindig egy misszió. Igen, egy konkrét dolog, amit be lehet mutatni, aminek van kapcsolata a emberekhez. Ez az én gimnáziumnak, a Schiller gimnáziumnak a diákjai festették ki. Most meg megjelenik az ENSZ-ben. És milyen jó érzés lehet a gimnazistáknak azt látni, hogy el lehet jutni ide, ahová te is eljutottál? Hát remélem, hogy egy motiváció, meg amikor úgy elmondtam, hogy igenis ezt repülőre rakom, és elhozom, akkor az nekik egy nagyon érdekes wow érzés volt, és köszönöm nekik, hogy részt vettek benne. Nagyon jól beszélsz angolul, hogy ez kell ehhez a küldetéshez, a te munkádhoz. Milyen nyelveket beszélsz, még megkérdezhetem? Még németül, mert egy német nemzetiségi gimnáziumba jártam, ott jól meg tudtam tanulni, jó német tanáraim voltak. De jó lenne még franciául beszélni, mert az ENSZ-nek a hivatalos nyelvei közül még a franciát használják napi szinten. Szeretnél majd ezen a pályán maradni és itt tovább építkezni? A diplomácia világa nagyon vonz, de mellette azt is szeretem, hogy legyen egy konkrét projekt, egy bármilyen ilyen fajta dolog, amivel foglalkozzak. És már meg is állították Domokost, hogy kérdezzék a készülő kiállításról, hogy miről szól, hogy mit képvisel, mit szeretne bemutatni. Ők Szerbiának az ENSZ-ifjúsági küldöttei voltak, és jöttek, hogy akkor itt lesz-e a kiállítás, és hogy nagyon jó, és örülnek, és jönnek, és wow. Szóval így találkozik az ember az épületben, és van már látogató is, hogyha kicsit oda nézünk. Vannak olyan hetek, amikor annyira sokan vannak, hogy inkább egy liftkezelő van, mint a régi időkben, hogy senki ne tévedjen el, és akkor ők nyomják a gombokat. Hogyha fáradtak a delegációk, akkor itt a East Lounge-ba bejöhetnek. Itt nem is szabad enni, nem is szabad inni, ez egy nyugodtabb hely. Ez nézze ki látásot a Hudson River, a folyó. Több olyan helyiség van, ahol illik csendben lenni. Nagyon elegáns, és akkor kilátás a folyóra és a felhőkarcolókra. Gyönyörű a bútorzat is. Az elegancia csak ebben a teremben jelenik meg, a többi inkább arra a praktikusságra fókuszál meg, hogy minél több embert jól el tudjon látni, de ez igen, ez egy ilyen kis visszahúzódós, csendes hely. Hatalmas az egész épület. Béke és biztonság, és az emberi jogok. És most, hogyha minden igaz, akkor Domokos bevisz bennünket egy másik ülésre. Ez a közgyűlési terem, ugye itt, ahol mindenki összejön. Most van a 77. közgyűlési szakasz. Ennek az elnöke amúgy pont egy magyar személy, mert Magyarország került most sorra, és a tagállamok meg is szavazták az ő elnökségét, ő Körösi Csaba. Többféle bizottság van, mindegyik más-más feladatkörrel. Igen, én a harmadik bizottságban szólaltam fel, mert az a szociális, meg az emberi jogok, kal foglalkozik. A te munkád a sok utazással jár együtt? Nekem volt lehetőségem arra, hogy a küldöttségem alatt több helyre is eljussak. Voltam Afrikában, Kenyában, mert az ENSZ-nek a környezetvédelmi programjának ott van a központja, ott is van egy
épület, külön ENSZ területtel. Iskolában is voltam előadni a Kelet-Afrikai Katolikus Egyetemen hallgatóknak. Ott például az ENSZ elhatároztak a tagállamok, hogy a műanyagot, azt teljesen kivezessék, az egyszer használatos műanyagot. Szuper. És így védjék a vizeket is. Szóval ez egy nagyon víz központú konferencia volt, vagy vízvédelmi. Voltam még Stockholmban, sokat utaztam Kárpátaljára a projektem miatt, voltam Erdélybe is, meglátogattam a Passzavi Magyar Iskolát, oda elkísért az osztrák ENSZ ifjúsági küldött is, és lehet, hogy most valamit kihagytam, mert tényleg nagyon sok lehetőséget kaptam. Ugye Magyarországot képviseled ebben az évben, mint ifjúsági küldött. Egyedül? Igen, a magyar program az úgy épül fel, hogy egy évre egy ENSZ ifjúsági küldöttje van az országnak. Mi kell ahhoz, hogy valakiből küldött legyen, ifjúsági küldött? Alapfeltétel, hogy 18 és 25 év között legyen a jelölt vagy a pályázó, Magyarországról érkezzen, tehát magyar állampolgár legyen, mert ugye a tagállamot képviseljük, de például a hallgatói jogviszonya az lehet egy európai egyetemen is, vagy már befejezhette az egyetemet, és mellette persze egy érdeklődés a nemzetközi politika iránt, a diplomácia iránt, tapasztalat ifjúsági érdekképviseletben, és mellette nyelvtudás is fontos, az angol nyelvnek az ismerete. Ami a legfőbb, és nekem, bennem is talán ez van minden nap, hogy ez az elhatározottság, és a tetrekészség, és a cselekvő gondolkozás, és a diplomácia szeretete. Majd felveszünk egy ilyen kis fülhallgató-szerű dolgot, mert az ENSZ-nek van hivatalos fordítása, hivatalos nyelve. Ugye angolul fogjuk hallgatni, mert magyar nincsen, de emellett még sokat használják a franciát. Van még arab, orosz, kínai, spanyol. Kommentbe írjátok meg, ha kihagytam valamit. Remélem felsoroltam mindent. Igen, úgyhogy bemegyünk és megnézzük. Most ezt láthatjuk. And prevent the movement of terrorists, which due to recent development in Afghanistan becomes very relevant. Most nagyon halkan kell beszélni, mert közben megy az ülés, de most például Bangladesh felszólalását adjuk. Mr. Chair, terrorism does not limit strengthening democratic values and rule of law at national and international level is imperative in this regard. The UN's leadership in forging partnership. Ez a terem sokat szokott szerepelni a tévében is, mert ez az úgynevezett ENSZ biztonsági tanács, szokták mondani, hogy ENSZ BT határozat. Itt csak egyes tagállamok gyűlnek össze, vannak állandó tagok és megválasztott tagok egy rövidebb időszakra. Most jelenleg a franciák elnöklik a bizottságot, és akkor itt szoktak komolyabb kérdésekről tárgyalni. Nagyon érdekes volt látni a közgyűlés megnyitóján egy konkrét valós példát, amire büszke volt az ENSZ főtitkára. Ez ugye a jelenlegi orosz-ukrán háború következtében kialakult élelmiszer exportálási nehézségeknek a megoldása volt. Törökországgal közösen tudta az ENSZ elérni azt, hogy elhagyhatta élelmiszer export Ukrajnát, és ez a hajó például ENSZ zászló alatt közlekedett, és ezt a hajót mutatta be a főtitkár a beszédében. Úgyhogy ilyen dolgok is nekem is jelentik, vagy mutatják azt, hogy az ENSZ-nek van valós eredménye. A közgyűlés magas szintű hetén itt érkeznek fel a mozgó lépcsőn a kormány és államfők, utána itt tovább mennek, a zászlóknál láthatók ők a tévében is, majd utána bemegy a körülbelül 15 perces nemzeti felszólalására, mint ENSZ ifjúsági küldött élőben láthattam, megbent ülhettem a többi felszólalás alatt is, és nagyon érdekes volt azokat hallgatni. A közgyűlés terme mellett kiállítás is a háborúnak a borzalmait mutatja be, meg azt, hogy a mennyi pénz kiadás van fegyverkezésre a világon. Különböző aktamentesítési akciókat mutatnak be, ugye az ENSZ-nek a ruhái, majd később látunk kék sapkás katonákat, ők az ENSZ-nek a békefenntartói, ugye itt is lehet látni a
kék sapkáikat, ők különböző határozatok alapján meg vannak bízva, hogy egy-egy régióba menjenek és a békefenntartással foglalkozzanak, és akkor a tagállamok pénzzel és vagy katonával járulnak hozzá ezeknek a békefenntartó misszióknak a sikerességeihez. A Nagasaki bomba, és itt is látszik még egy atomfelhő. Ez azt mutatja meg itt minden kiállítás, hogy a háborúnak milyen borzalmai vannak. New York-i tartózkodásom alatt meg is néztem, hogy a város hogyan foglalkozik az újrafeldolgozással, újrahasznosítással, és itt például látszik most egy hajó, az apáit használják ki, hogy kivigyék a városból a szemetet, de voltam például olyan eseményen is, ahol egy kukásautót hoztak a fiataloknak, és meg lehetett ismerni, szóval amikor utazom, akkor próbálom ezeket a jó gyakorlatokat megismerni. New Yorknak egy kisebb külvárosába érkeztünk, mert itt a helyi szenátor az rendezett egy olyan foglalkozást, ahol a közszolgáltató egy kukásautóval kitelepedett, és itt lehet fotózkodni, a gyerekek részt vettek edukációs eseményen, és mindenki bemehet a kukásautóba is, ami nagyon érdekes. Persze nekem is tetszett, beszélgethettem a szenátorral, és arról is, hogy esetleg egy helyi iskolában megcsináljuk a kukafestő projektet, úgyhogy remélem, hogy ebből lehet valami. Mert neked a környezetvédelem, ami nagyon fontos. Igen, ez egy ilyen prioritásom, és körforgásos gazdaság, hulladékcsökkentés, és ez például, hogy bemutatnak egy kukásautót a gyerekeknek, és látják a szemetet, hogy az mekkora mennyiség, hogy az hova megy, miért kell kevesebbet termelni, ez egy, szerintem egy nagyon jó foglalkozás, és azt például haza is tudom vinni esetleg, mint egy jó gyakorlat. Mert hogy iskolákat látogatsz, és próbálod a fiatalokat nevelni arra, hogy vigyázzanak a vizekre, a környezetükre. Igen, én körülbelül 20 iskolát látogattam meg az elmúlt egy évben, és vittem el azt a szelektív hulladékgyűjtési módszertant, amit itt a kiállításon lehet látni, hogy a diákok egy kartondobozt, ami kukáként funkcionál, festenek ki, és így lesz egy kapcsolat közöttük és a téma között, kreatívkodhatnak, és belépve az osztályterembe tudják, hogy az a szemetes ott van, az a miénk, és abban mit kell dobni. Akárkivel találkozunk az épületben, mindenki nagyon barátságos, és például itt látok egy olyan helyet, ahol szintén lehet együtt ebédelni, kávézni az épületen belül az itt dolgozó diplomatáknak. Itt például bécsi kávé van, és itt a könyvtár mellett ott lehet ajándékokat venni. Mit viszel magaddal haza? Én egy matricát vettem, a testvérem kérte, hogy ügyek egyet, meg képeslapokat szoktam mindig feladni az iskoláknak, tanároknak, vagy olyan személyeknek, akik segítettek, és akkor leírom, hogy köszönöm, mert nélkülök nem lehettem volna itt. Anyukámnak is szoktam küldeni, apukámnak. Hát gondolom, nagyon büszkék rád. Hát jól szokták érezni, amikor kapnak egy ilyen távoli képeslapot. A sütőmágnes. Kis emléktárgy. Kis emlékmatika, hogy... A szobámban. Most van egy kis szünet nekünk, mert már Domokos készül a kiállításra. Alberto beállt segítőnek. Igazság, egyenlőség, oktatás és lehetőségek. Ez például Bianca írta Magyarországról, és az iskolából, ahol festettük a kukákat, onnan is vannak itt üzenetek. Mondtad, hogy a magának a kiállítási tárgynak van két oldala. Igen, az egyik az, amit mi emberek tehetünk a környezettel, a másik pedig az, amit sokszor sajnos teszünk a környezettel, ez a csúnya szennyezett oldal. Domokos kiállítását most nyitják meg, többen is felszólalnak. A megnyitón fog beszélni nagykövetasszony Magyarország ENSZ állandó képviseletének nevében, utána az ENSZ főtitkárának az ifjúsági külön megbízottja. Mi, mint ifjúsági küldöttek,
Ez nagyon megtisztelő, hogy ennyien eljöttek. Mi pedig nagyon büszkék lehetünk arra, hogy ezt egy magyar fiatalember hozta létre. Elkészültek a csoportképek. Gratulálunk! Nagyon jól sikerült, és milyen sokan itt vannak, nagyon büszkék vagyunk rá. Engem is kicsit meglepett, hogy ilyen sokan eljöttek, de persze azért a küldöttekben van egy ilyen összetartás, hogy nagyon támogatjuk egymást, de ami nekem egy jó szívmelengető érzés, hogy így a diplomácia nyelvén is éreztethettük azt, hogy ez fontos, jó volt a visszacsatolás az ENSZ képviselő megbízott asszonytól is, a Jussen Vojtól. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, de a munka megy tovább, mert a héten egy újabb iskola itt New Yorkban, a Szent István iskola, úgyhogy ez most csak egy kis esemény volt, de tovább kell csinálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elkísértetek minket itt az ENSZ épületébe, és remélem, hogy kicsit átvehettétek azt az érzést, hogy milyen itt a világnak a közepén, mert hát itt tényleg mindenki találkozik, mindenki eljön, és hívlak titeket, buzdítalak arra, hogy vegyetek részt ti is, helyi kezdeményezésekben tegyetek meg valami kicsit a környezetvédelemért, és hogyha fiatalok vagytok, akkor is merjetek nagyot álmodni, és legyetek tetrekészek, mert ilyen kis dolgokkal tudunk mi hozzájárulni ahhoz, hogy a világ egy szebb hely legyen. Úgyhogy üdvözletemet küldöm innen az ENSZ-ből, New Yorkból. Sziasztok!